Sziasztok! Ezúttal a Gegenpressing című adásunk debütál a megújult NB1.hu-n, amelyben a főszerep a mágnes táblái és a számoké. Beszélgetéseinkhez vendégeket is hívunk majd, a sort az MLS elemzője, Kocsis Bence nyitja, szervusz, köszöntelek! Sziasztok! Hát kezdjünk úgy, mintha ez egy új belépő tantárgynak az első órája lenne, és tartsunk egy kis bevezetőt az egész adatvilágról, amely jelen pillanatban a futballban jelen van. Igen, én az MLS-nél dolgozom adatelemzőként. Összességében, hogyha a fociról és a számokról beszélgetünk, akkor azt mondhatjuk el, hogy nagyon régóta használunk számokat a fociban. Ugye jegyezzük a kapura lövéseknek a számát, a cseréknek az idejét, a gólokat. És igazából ez nagyon régóta tart, és most ott tartunk, hogy az elmúlt évekre inkább adatéhség volt jellemző a sportra, nem volt adat a környező embereknek, akik szerettek volna adatokat hozzájutni a sportban, míg mára inkább adatrobbanásról beszélhetünk, és eljutottunk arra a szintre, hogy akár egy-egy mérkőzésről is több millió sornyi információ áll rendelkezésre, és ezekből az adatokból kell kiszűrni azokat, amik számunkra valós információt tartalmazhatnak. Hogyan működik ez a szűrés, azaz mi az, amiben csalhatatlanok az adatok, és mi az, amiben viszont nagyon oda kell figyelni, hogy milyen kontextusban helyezzük el őket? Én erre van egy kedvenc mondásom, hogy az egyetemen a statisztika professzorom mindig azt mondta, hogy arra használjuk a statisztikát, mint részeg a lámpaoszlopot, támaszkodásra és nem világításra. Vagyis nagyon oda kell figyelni, mert a számok nagyon sok mindent megmutathatnak, de nagyon sokszor bebújhatunk mögéjük, és féligazságokat is megerősíthetünk ezekkel a számadatokkal, és az adatokat tényleg arra kell használni, amire valóban valók, hogy megerősítsék vagy cáfolják az előzetes feltevéseinket. Igen, hát az utcai lámpánál is alatta még egy másfél méteres sugarok körülbelül mindent látsz, cserébe két méterre meg már elhomályosítja azt is, ami ott van. Pontosan így van. Mit tudsz a saját munkádról példaként felhozni, ami publikus? Tehát miben merül ki a te elemzői munkád az MLS-nél? Igazából mi az MLS-nél elég speciális helyzetben vagyunk, például egy klubhoz képest, mert nekünk kicsit mások a munkafolyamataink, vagy más a napi működésünk. Mi alapvetően két fő csoporttal dolgozunk együtt a szövetségnél, az egyik ugye az A válogatott, a felnőtt válogatott és az utánpótlás válogatottnak. Itt is leginkább a videóelemzőkkel dolgozunk együtt, az ő részükre készítünk elemzéseket az ellenfelekről, saját magunkról, féléves riportokat, stb. A másik az pedig az elnökséggel dolgozunk, elnökséggel sportigazgatóval dolgozunk szorosan együtt, például azt vizsgálva, hogy milyen a bajnokság színvonala, hogyan alakulnak a külföldi magyar játékpercek az NB1-ben, hogyan alakulnak a külföldiek és a magyarok által szerzett gólok az NB1-ben, és ebből próbálunk döntéstámogatást nyújtani. Hogyha futball elemzésről van szó, adatalapú elemzésről, akkor talán az XG modell az, amit már szinte mindenki hallott legalább egyszer, de még így is vannak azért féligazságok ezzel kapcsolatban. Ebben most egy picit próbáljunk meg rendet rakni. Ugye kiválasztottunk mi négy csapatot, amik nagyszerűen példázzák, hogy mit tudunk leszűrni egy XG mutatóból, illetve milyen irányba tud terelni minket ez. Menjünk most, akkor én azt javaslom ezen végig. Ja, mert először szerintem fontos tisztázni azt, hogy akkor mi is az XG magában. Kezdjük inkább ezzel, mert ugye az XG az alapvetően egy lövés minőséget leíró mutató, azt mutatja meg, hogy az elmúlt évek nagy átlagában adott helyről leadott lövésből átlagosan mekkora valószínűséggel esik gól. Ugye sokszor van az, hogy azt mondják a kritikusai az XG-nek, hogy nem tudom, 0,1 volt egy lövésnek az XG-je, de mégis gól lett belőle. Ugye ebből is látszik, hogy kivétel azért mindig van, meg ugye nem nulla volt annak a lövésnek az XG értéke, hanem 0,1, vagyis benne van, hogy 10 olyan lövésből egyszer gól lesz. Egyébként, ha összességében nézzük az XG modellt, akkor alapvetően az XG-t nem egy lövésen, még talán nem is egy mérkőzésen érdemes vizsgálni, sokkal inkább a trendek alakulását érdemes ilyenkor a szemünk előtt tartani. Valószínűségszámítás, tehát minél nagyobb a mintavétel, annál inkább igaz lesz a jóslat. Pontosan erre van szó, és egyébként
Az XG statisztikai szempontból azért egy fontos mutató, meg egy újító jellegű mutató a fociban, mert hogy amellett, hogy leíró, már prediktív jellege is van. Például a német kutatók, német elemzőknek egy kutatásában arra jutottak, hogy a bajnokság első 10 fordulójában az XG sokkal jobban prediktálja az egyes csapatoknak a végső helyezéseit, mint például a lőtt góloknak a száma, vagy a kapura lövéseknek a darabszáma. Igen, hát ugye emlékezhetünk mondjuk Patrick Schick EB góljáról, amit a félpályáról lőtt, annak gondolom egy egészen igen, annak szabad szemmel alig látható XG-je volt. Tehát általában 100 olyan lövésből születik egy gól, de az a kis valószínűség akkor is ott van. Akkor kanyarodjunk rá szerintem a konkrét esetekre. Én azt mondom, hogy kezdjünk az Újpesttel, mert hogy talán az ő esetükben a legordítóbb a különbség, hogyha a számokat nézzük. Igen. Az Újpestnek egyébként ez a második szezonja, amikor így érdekesen alakul a bajnoki teljesítményük, mert hogy alapvetően jobban teljesítenek, mint ahogy azt a bajnoki tabellán bajnoki helyezésük mutatja. Például a második legtöbb kapura lövése az Újpestnek van. 282-szer próbálkoztak kapralövéssel a bajnokságban, egyedül csak a Fradinak van több kapralövése, mint az Újpestnek. Ővék az ötödik legnagyobb XG, összesen 26,63 XG-nyi kapralövéssel operáltak eddig a bajnokságban. A harmadik legtöbb labdaérintésük az ővék a 16-oson belül. Ez a pozitív oldal. Ezek abszolút egy domináns csapat jellemzői, azt mondhatjuk. Igen, ezek alapján az Újpestnek inkább a tabella első felében kellene lennie, és nem pedig a kiesés ellen kellene harcolnia. Viszont, hogyha azt nézzük, hogy a bekapott gólokat vizsgáljuk, és azt nézzük, ugye 33 gólt kaptak eddig a bajnokságban, és hogyha azt nézzük, hogy mennyit kellett volna kapniuk az ellenfelek XG értékei alapján, akkor ott 23 az ellen, 23, kereken 23 az ellenfelek kidolgozott XG értéke, most azt mondhatjuk, hogy 10-zel több gólt kaptak, mint amennyi a helyzetek minősége alapján várható lett volna. Ez az egész NB1-es mezőnyben a legnagyobb alulteljesítés ebben a tekintetben. Ja, alulteljesítés az alapvetően két okra vezethető vissza, gyanítom. Az egyik a játékos minőség, tehát hogyha valakinek a sok éves átlagtól olyan drasztikus mértékben térnek el, akár fölfelé, akár lefelé a játékos minősége, hogy ezért nem képesek, vagy ezért képesek döntően jobban kihasználni helyzeteiket. A Fradinál talán ebből is adódik, hogy sok helyzetet alakítanak ki, de még annál is több gólt lőnek, viszont ugye ott gondolom ez viszonylag egyértelműen következik abból, hogy Adama Traoré mondjuk 10-ből 7-szer találja el a felső sarkot, míg mondjuk egy, és nem megbántva senki, de egy NB2-es csatár, hogy akkor egy független helyről válasszunk alanyt, az jóval kevesebbszer tudja ezt sikerrel megtenni. Igen, ez pontosan így van. Egyébként az Újpest esetében az a legnagyobb probléma, legalábbis az látszik, hogy a veszélyes helyről engedik kapura lőni az ellenfelek, veszélyes helyekről tudnak az Újpest ellen kapura lőni. Hogyha megnézzük az XG per engedett kapura lövés mutatóját az Újpestnek, akkor ez 0,147-et mutat. A nemzetközi mintából, ami a válogatott mérkőzések elemzése során arra jöttünk rá, mert azt figyeltük meg, hogy nagyjából ez az XG per lövés mutató 0,13-0,14 környékén szóródik valahol, tehát az Újpestnek ezen mutatója egy kicsit az átlagosnál még rosszabb, tehát jobb minőségű helyzeteket. Magyarul konyhanyelven lemaradgatnak olykor a védők. Igen, tehát hogyha veszélyes helyekre tudnak az ellenfelek próbálkozni tényleg ellenük, és ez különösen egyébként úgy érdekes, hogyha mondjuk kontextusba helyezzük, hogy mondjuk a legjobban védekező csapatok az NB1-ben, ez a mutatójuk 0,08-0,07 környékén alakul például a Kecskemétnél. Igen, a Kecskemét pedig alul kapja a várható kapott góljait, és jelentősen túllövi a várható lőtt góljait. Igen, egyébként ez a bajnokság előre haladtával valamelyest kezd kiegyenlítődni, tehát a bajnokság elején például Bocsáss meg, erre szokták azt mondani, hogy nem fenntartható. Igen, valószínűleg nem fenntartható, az nem volt fenntartható, viszont most már egyre inkább a Kecskemét olyan számokat tud produkálni a mérkőzéseken is, ami arra enged következtetni, hogy akár hosszú távú nem ez, hogy a tabella, tehát most konkrétan a dobogóért küzdenek, de hogy jó teljesítményt nyújtanak. És mondjuk ki az a csapat, aki
Válaszunk egyet a tabella alsó régiójából, akinek aggódhatnak jelenleg a szurkolói, és akinek nagyjából reális is a teljesítménye, azaz annyi gólt lő és annyi gólt kap, mint amennyit a matek úgymond előír neki. Tehát kik azok a szurkolók, akik csak reménykedhetnek a helyet, hogy lenne miben bízniuk, mint például az Újpest esetében? Hát a Honvédot mindenképpen ki lehet emelni ilyen téren, bár ők egy kicsit, ők is azért alul teljesítenek. Tehát a Honvéd a Vasassal együtt a legkevesebb XG-t dolgoztak ki a bajnokságban, de ezt is alul tudta lőni, hiszen 23 körül alakult az ő XG mutatójuk, de erre csak 18 gólt szereztek. Sőt, a Honvéd büntetőkből is szerzett viszonylag nagy arányban. Igen, és ugye bocsáss meg, akkor viszont maradjunk egy pillanatra a büntetőknél, mert ugye ez egy elég egyszerűen példázható, hogy az, ha jól emlékszem, 0,74-1-11-es. Ugye ez pont azt mutatja, hogy a 0,74 XG értékű büntető, ez pont azt mutatja, hogy minden negyedik elvégzett 11-esből, 4-ből 3-ból lesz gól, és igazából ugye ez nagyon egyszerű matekkal kiszámolható, ez az értéket kapja meg egy lövés, hogy adott helyről leadott lövés, hogy mekkora valószínűsége lesz gól, és ezek a 11-es azért az mindenki ugyan a lövi, elég nagy mintán rendelkezésre. Sőt, hát rákötve arra, amit mondtál az Újpest kapcsán, hogy egy 0,14-es XG egy lövés esetében már aránylag veszélyesnek mutatkozik, akkor a Honvéd szempontjából tulajdonképpen még aggasztóbb az, hogy ők azt a kevés XG-t is úgy tudták összekalapálni, hogy 5 darab 11-es, ha jól emlékszem, 5 darab 11-es van közte. 5 darab 11-es gól van közte. 11-es gól, igen. Igen. És hogy azok mind-mind aránytalanul nagy XG-k. Abszolút, így van. És tényleg abba belegondolunk, hogy a Honvédnál majdnem az a helyzet, hogy minden három szerzett góljukból egy 11-esből születik, az egy nagyon fenntarthatatlan modellnek tűnik hosszú távon. Hát nincs az a var, ami ezt a tempót tudja követni. Igen, főleg úgy, hogy egyébként a Honvéd nem is nagyon van jelen a 16-oson belül, tehát egy kevés labdaérintésük van a támadó harmad környékén, mégis meglepően sok 11-est kapnak. A legtöbb értékesített 11-es egyébként a Kecskemétnek van az idei NB1-es szezonban 7 darab, de hogy ahhoz képest a Honvédnak az 5 11-ese szintén nagyon soknak számít, és nem marad el messze a Kecskemétnek az értékétől. De ha belegondolunk abba, hogy amennyire a Honvéd keveset van az ellenfél tér felén, amennyire keveset van a Honvéd az ellenfeleinek a 16-osának a környékén, mégis ilyen sok büntetőt kapnak, ez hosszú távon kiegyenlítődik majd. És hát erre jó példa talán a legutóbbi 11-esük az Újpest ellen, amikor ugye a kezére pattant holnak a labda, viszont az egy úgymond random szituáció volt, tehát arra nem alapozhat a Honvéd, hogy majd mindig fog egy ilyen történni. Igen, pontosan. Kanyarodjunk rá egy konkrét mérkőzés akkor egy gyors talpaló után, mert hogy volt nekünk itt egy derbink a hétvégén, ahol a Ferencváros a párosításban sorozatban 12-szer győzte le az Újpestet. Semleges szemben neked hogy tetszett a mérkőzés? Most még ne vújjon belőled elő az elemző. Összességében egy izgalmas mérkőzést láthattunk. Én azt vártam, hogy az Újpest fel fog nőni a feladathoz, pont ezért, mert azt látjuk, hogy egyébként a számok alapján jó teljesítményt nyújtanak, és egy izgalmas derbit is kaptunk. Igen, ezt meg is kaptuk akkor. Ugye mi is osztanánk bizonyítványt saját magunknak, ugye a felvezető elemző írásunkban azt pedzegettük, hogy a 0-6-nál egy jobb eredményre lesz képes az Újpest, ami persze nem egy nagy vállalás, viszont mi is azt sugaltuk, hogy több van az Újpestben. Ezt kaptuk? Én abszolút ezt kaptam egyébként, főleg az első félidőben nagyon-nagyon rendezett volt az Újpest, jól játszottak, és második félidő elején is ugye ki is tudtak egyenlíteni. Szóval abszolút a várakozásoknak megfelelően alakult a mérkőzés, a kiállítás, bocsánat, azért az a mérkőzés végét már befolyásolta. Jogos volt a piros lap, abszolút. Én azt gondolom, Nikolic sem nagyon vitatta. Abszolút, nem, ez teljesen értetlen volt ez a kijövetel. És ugye volt még egy olyan hát pekhes vagy nem várható szituáció, ami alapjaiban határozta meg a mérkőzést, ez ugye holnak az öngólja. Azért volt itt talán elővéve egy picit Nikolic, hogy szólt-e, miért nem szólt, egyáltalán van-e ideje egy lövés közben szólni, mert bár lassan jött már Kinyosz labdája, de azért egy lövés közben nem biztos, hogy van ideje a kapusnak, meg lélek jelenléte szólni a védőnek.
Igazából ez nagyon mérkőzés szituáció függő, egy ilyen felfokozott hangulatban lehet, hogy szólt a kapus, de abban a sok szurkoló között a védő nem hallotta, megpróbált valahogy a védő felszabadítani, és rosszul ért bele. Itt nagyon nehéz az egymás közötti kommunikációt elővenni. Holnál ragadjunk is le egy pillanatra, mert ő egy eladott 11-essel úgymond, illetve egy öngóllal vétette észre magát a két első mérkőzésén. Ez egy rossz pedigré, viszont van-e olyan rossz játékos Tim Hall, mint amit csak a jegyzőkönyv sugall ez alapján, a két meccs alapján? Hát ez nagyon, nagyon kis minta, ebből hosszú távú következtetést nem szabad levonni. Például, most ha elkanyarodunk az NB1-től, akkor a Premier League-be is a Leicester védője, Fass két öngolt vétett a Liverpool ellen. Mégis ő a Liverpool házi gólkirálya a VB óta. Így igaz. És hogy mégis azért a belga keretben ott volt a belga válogatottban, még ha le is szerepeltek, és nem sok lehetőséghez kapott. Azért sokan elővették Roberto Martinezt, hogy miért nem játszott többet a Fast. Szóval most két mérkőzésből messze menő következtetést nem szabad levonni, most ezt magad mögött kell hagyni, és játszani a saját játékát a következő hetekben. Mai góljánál, Ryan Mai szabadrugás találatánál hibáztatható Banai Dávid? Nagyon hálátlan szerep, akkor állt be, viszont oda kapta azt a lövést, ahova állt. Igen, bár ez nagyon jól elvégzett szabadrugás volt, erős, jó helyre ment, nagyon nehéz, bemelegítés nélkül kapusnak egy ilyet azért nagyon nehéz védeni. Hogy tetszettek az új igazolások? Mudrinski szerintem jó benyomást tett. Így igaz. Owusu nem kevésbé, igen. De ő most lehet, hogy egy ideig partvonalon kívül lesz. Ja, igen. Azért azt látni kell, hogy a Fradi a keret alapján jelentősen kimagaslik ebből az NB1-ből, és olyan játékosok tudtak beállni ebbe a csapatba, mint a Marquinhos, ugye, aki két gólban is szerepet vállalt, és eddig a világbajnokság most az új szezonban, vagy az új félszezonban sokat tudott hozzáadni a Fradinak a játékához, valamint Owusunak is a beállás, aki kiharcolta ugye a kiállítást, ezért látszik, hogy ennek a Fradinak a keretmélysége jóval az NB1-es átlag fölött van, és sokszor már csak erőből is képesek bedarálni az ellenfelüket. Amikor egy csapatnak két ilyen veszedelmesen gyors és befele is jól mozgó szélsője van, mint mondjuk Owusu és Adama Traoré, mi a tökéletes csatárkarakter közéjük, aki ennek alá tud dolgozni, és másrészt viszont a gyümölcsét is le tudja aratni? Igazából a Ryan Mai nagyon jól mozgott, az első félidőben különösen figyeltem a mozgását, és nagyon érdekes volt, hogy visszalépett a labdákért, és hagyta, hogy a szélső támadók elinduljanak szépen befele, és ez amúgy hosszú távon a Fradinak egy fegyvere lehet, hogy a négy ilyen pozícióját könnyen cserélni képes játékos van elő, mint a Tokmak, a Maé, a Traoré, Marquinhos, az új igazolású Owusu, tehát egy olyan forgatási lehetőség van itt azok között, a játékosok között is, akik a pályán vannak, hogy az ellenfeleknek még nehezebb lesz ezt a féle fluiditást levédekezni. És mire lesz ez elég az Európa Ligában? Vagy kérdezhetném ezt úgy is, hogy bajnokavatás lesz hamarabb a Fradinak, vagy Európa Liga kiesés? Mert ahogy most áll a tabella, ez 50-50-nek tűnik. Igen, azért az NB1-es bajnoki cím az nem kérdés idén. A Fradinál kérdés, hogy mire lesz elég ez Európában. Azért Lajduni hiánya a pálya közepén az kérdéseket vet fel, de például a Owusu beállása után, ahogy Zakariasen visszább húzódott a középpályára, akkor is impresszívnek tűnt a Ferencváros játéka. Múlt után akkor most egy kis jövő. Pénteken a Mezőkövesd Molfehérvár FC mérkőzéssel indul az NB1 következő fordulója. Mit vársz ettől a mérkőzéstől? Mindkét csapat edzőváltáson esett át a közelmúltban, legalábbis ahhoz képest mindenképpen a közelmúlt, hogy még nagyon nagy volumenű megjegyzésekkel tudjunk dobálózni az eddigi statisztikái kapcsán. Abszolút, azért itt elég kevés mérkőzés áll rendelkezésre a Fehérvár és a Mezőkövesd esetében is. Ugye Mezőkövesdnél már Kuta Attila egyszer
tevékenykedett vezetőedzőként. Ugye akkor... Nem is akárhogy, akkor kifejezetten jó focit játszottak, és egy kupagyőzelem is kis hiány összejött. Igen, a Honvéddal szemben ugye Magyar Kupa döntőbe is jutottak, és akkor a cserével a középpontban nagyon jó játék volt mezőkövesden. Kérdés, hogy ezt tudja majd újra reprodukálni a mester, ugye azért az őt követő időszakban inkább defenzíve felfogásúvá állt a csapat, vagy defenzíve felfogásra átállt a csapat. Azért ebből visszakerülni arra a támadó szellemi taktikára, azért az időbe telik. De a szövetségnél például milyen tapasztalatokat látsz etére? Nyilván ott Rossi már jó ideje kapitány, ott nincsen ilyen gyorsan stílusváltás, viszont egy keretet megtanítasz nekik egy kutorféle támadó futballt, utána jön egy defenzíve felfogású edző, majd aztán ebből kéne megint visszaállni a kutorféle játékra. Hogy tudod ezt egy kereten átvinni? Hát ez nagyon-nagyon nehézkes, mert a legapróbb változtatás például az, hogy mennyire védekezünk mélyen, vagy mennyire védekezünk magasan. Ha magasabban védekezünk, akkor onnantól kezdve már minden labdakihozatali fázis megváltozik, és ezt azért idő, amíg begyakorolják a játékosok, szóval ez biztos időbe telik, ameddig az új mesternek az elgondolásai azok átmennek a kereten. És mi a helyzet a Fehérvárnál olyan tekintetben, hogy ahogy a Fradinál említettük, hogy az átlagnál jobb játékosok alkotják a keretet, ez szerintem a helyezés ellenére nagyjából azért a Fehérvárról is elmondható, akár Kodró, Kastrát, ide lehetne még őket sorolni tovább-tovább. Mi az oka annak, hogy ők a tabella alján szerénykednek egy ilyen ütőképes és nemzetközi szinten is jó játékosokból álló kerettel? Abszolút, ez így van. A Fehérvárnak a téli felkészülési időszak szerintem sokkal jobban sikerült, mint ahogy most a két bajnoki forduló alakult. Én megnéztem egy-két felkészülési mérkőzéset, és egészen jól nézett ki a csapat. Ennek ellenére kicsit beragadtak itt a rajtnál. Nem beszélve arról, hogy az átigazolási időszak végén két játékos is ugye távozott a csapattól. Még rövidebb lett, vagy szűkebb lett a keret. Így ebből kellene Huszti mesternek kihozni valamit. Egy győzelem mentálisan biztos, hogy jót tenne a Fehérvárnak. Két tippet kérek tőled így a végéhez közelítve. Ki lesz a szárnyaló, ki az, aki a tabella alsó régiójából, ha lesz ilyen, feljuthat, akár felsőházba vagy dobogó körüli pozícióba, illetve ki az, aki ennek oltárán onnan majd lepottyan? Akit a javulást várok, az mindenképpen az Újpest és a Honvéd. Az Újpest és a Fehérvár. Az, hogy ki fog kipottyanni az NB1-ből, ez a kérdés? Lehet lepottyanni a tabella tetejéről az aljára. Fú, hát ezt... Kiesőt is tippelhetsz, vagy olyan bátor? Hát azt ebben nem megyek bele, hogy pontosan ki fog kiesni, de azért a Honvéd nagyon nem néz ki jól. A Vasas legutóbbi két mérkőzése alapján egyébként ők is bizakodhatnak abban, hogy valahogy esetleg benn maradhatnak, de egyébként a Debrecen sem néz ki rosszul az elmúlt két forduló teljesítmény alapján. És aki esetleg kedvet kapott a statisztikai alapú elemzéseinkhez az alapján az adás alá, reméljük sokan vannak ilyenek, nekik melyik meccset ajánlod, melyik lesz a legényencebb falat elemzői szemmel a hétvégiek közül az NB1-ben? Fú, hát ez egy nehéz kérdés, mert amúgy több érdekes párharc is lesz, ugye beszéltünk itt a Mezőkövest-Fehérvár mérkőzésről, kérdés, hogy meg tud-e indulni felfele a Fehérvár, de ugyanígy például a Kecskemét-Honvéd, az alul meg a felül teljesítő csapatok csatájában, talán ezt a két mérkőzést emelném ki. Érdeklődve várjuk, köszönjük, hogy itt voltál. Én is köszönöm a lehetőséget. Nektek pedig a figyelmet köszönjük. Kövessetek és nézzetek, hallgassatok, olvassatok bennünket online felületeinken, az nb1.hu-n, YouTube csatornánkon, illetve a különböző social felületeinken is.